Sziasztok, köszöntök mindenkit a VTTV legújabb adásában. Mai vendégünk Sallói István, a klubnak a sportigazgatója. Köszöntünk, Salec! Sziasztok, köszöntöm a nézőket is. És a szokásos brigárból itt van Norbi és Gyuri, és érinteni akarunk több témát a mai napon. Nagyon sok megkeresés érkezett az elmúlt időszakban, hogy mikor jön újra a Salec hozzátok, írtak a fórumokra kérdéseket is, köszönhetően Norbinak és Gyurinak az aktivitásuknak. De mielőtt belevágnánk ezekbe a témákba, előtte szeretném átadni a szót Gyurinak, mivel pár szóban beszélnénk az Adni jó kupáról, vagyis te elmondanál pár információt. Hát én először szeretném megköszönni, hogy a klubba a kezdeményezés mögé ért. Én ugye az Adni jó baráti kör tagja vagyok, és nagyon örülünk neki, hogy létrejött ez a ez a megállapodás. Egy pár szóval elmondanád, hogy igazából ez mit fog takarni, vagy hogy jött létre, vagy mi a célja igazából ennek az egésznek, vagy hogy hosszú távon mire számíthat a baráti kör, és a többi, és a többi. Tehát egy pár mondatban csak. Hát én azt gondolom, hogy ez már egy korábbi történet, volt már együttműködés, de mindig is... Én úgy tudom, hogy azért a klub aktív volt adományokkal, vagy különböző hozzájárulásokkal. Most először van az, hogy a helyszínt mi biztosítjuk, mert ugye a kupa az mindig kereste a helyszínét, de olyan szintre jutott ez már, hogy szerintem ez nagyon jó lesz, hogyha lesz egy végleges helyszíne ennek a kupának, egy állandó helyszíne, és ebbe szerintem megfelelő otthonra lehet ez a kezdeményezés. Ez egy nagyon nemes dolog. Én mindig azt látom egyébként a játékosokon, a futballistákon, a sportolókon, nem csak a vidibe, országosan, a világban is, hogy szívesen részt vesznek ilyen jellegű dolgokba, sokkal jobban szeretnének a közösség részei lenni, és kimutatni ezeket az érzéseket. Pláne így karácsony előtt azt gondolom, hogy ez mindenkibe elég mély dolog, ez egy szenzációs kezdeményezés. Inkább én megfordítanám, hogy nekünk büszkeség, hogy részt vehetünk egy ilyen programba, egy ilyen pozitív töltetű dologba, mert a magyar focinak minden ilyen pozitív dologra nagy szüksége van, úgyhogy ez a kezdeményezés önmagában nagyon klassz, pláne még, hogy sport van, foci van benne, úgyhogy így minden klappol szerintem, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez hosszú-hosszú évekre állandó otthon lesz, és ez az együttműködés ez még jobb lesz. Köszönjük szépen. Sok szabályt tudunk segíteni meg sok állatnak. Van egy kis időt, várunk december 19-én. Hát ott leszek, remélem. Ámen. Köszönjük szépen még egyszer. Egyébként ezt hozzá kell... Én akkor hadd kezdjem azzal, hogy szerintem a Norbinak szeretnék gratulálni az eljegyzéshez. Köszönöm szépen. Facebookra le volt vele, és ez igen. Nagy dolog, úgyhogy komoly köszönöm. Elköteleződés. Igen. Gratulálok. Köszönjük szépen, majd átadom a Szandinak is. Nagy boldogság lesz. Hát az. Én igen. Hiszek a házasság intézményébe, úgyhogy 30 éve vagyok. Pont most van 30 éve, amikor a feleségem... Akkor én is gratulálok viszont. Amikor megismertem a feleségem Fehérváron, és nem sokára lesz november végén az a évfordulónk, amikor a Honvéd ellen játszottuk az utolsó meccsünket, és a meccs végén nagy bravúra megvertük őket, és pofátlanul, mert akkor nem lehetett ilyet csinálni. A srácok megkérdezték, hogy Salec, mit csináljunk, kidobjuk a meszt? Mondom, persze, hogy kidobjuk. Ezt utána hallgattam is a Brávác úrtól rendesen, de én a feleségemnek dobtam ki a meszt, úgyhogy sokáig meg is volt, de aztán egy költözésnél sajnos ott felejtettem, és az idióta újtól kivágta a legnagyobb szívfájdalmamra, az egyik legnagyobb értéket. De ez körülbelül 30 éve volt, pár nap hiány, úgyhogy én sok boldogságot kívánok neked. Köszönöm szépen. Hát remélem, hogy hamarosan egy... Jár a meccsre ő is? Hogyne, szokott velem menni. Pradista. Képzeld, de pradistaként eljön velem a hazai meccsekre. Sokszor ott szokott velem lesz, akkor családi balhé? Hát hétvégén ő megy a saját oldalára, meg a miénkre. Igen, úgyhogy mindenképpen jó lesz. Már az Zürika elindult itthon. Már azért ő szokta mondani nekem, hogy így úgy a kutassok, és hogy a további ilyen gújneveket. Én mindig mondom neki, hogy gondolkodj el egy kicsit, és akkor néznek, hogy mi újságot. Szóval megy a vérszívás, nyilván vannak olyan szavak, amit nem jönnek ide a műsorba, úgyhogy azokat most így nem fogom, de azért szoktuk szívni egymás vérét kellőképpen.
Szerencsére azért ez egy tök jó dolog. Tehát valahogy el tudjuk különíteni ezt a sztorit, és számomra nagyon-nagyon sokat jelent ez a dolog, így, hogy itt tud működni. Úgyhogy jó hallgatok egyébként? Különleges. Igen. Hát, jól hallunk. Elment a fülhallgatóm, lehet, hogy nem előttem. Kirakom hangszóróra, és akkor itt is vagyok, most jól hallottok, ugye? Eddig igen. Is jól hallottunk. Eddig is nagyon jól hallottunk. Úgyhogy tök jó mennek a dolgok itt közöttünk, és várjuk mind a ketten a hétvégi mérkőzést. Én mondtam neki, hogy mi nem nyertünk idegenben, mikor, ha nem most. Úgyhogy ez egy jó ajándék lenne. Nem, te leszel boldogabb. Hát igen, én is. Egyébként bocsánat, hogy így a szavatokba vágok, csak ezt el akarom mondani mindenképpen, hogy a jótékonykodás valahogy a klub mellé áll ezeknek a kezdeményezéseknek, ezt alá tudom támasztani, ugyanis annak idején az RBD-vel mi kezdtük el először, hogy a Zárvaháznak adományokat gyűjtöttünk, játékokat, ruhaneműket, stb. És annól már bő 10 évvel ezelőtt talán megkerestük az akkori klubvezetést, és egyből mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, és hogyha jól tudom, ezt a mai napig évről évre viszik, tehát hogy ebből a társadalmi felelősségvállalás szempontjából azért a klub mindig aktívan kivette a részét, úgyhogy ezért tényleg köszönet. Bármilyen viszony is volt a szurkolók meg a klubvezetés között, azért ebben mindig odaálltak. Úgyhogy én nem akarok így a házasságokról beszélni, mert nekem az első feleségem. Az első feleségem Vidi szurkoló volt, aztán mégis vége lett a második feleségemet, meg Vidi szurkolóvá tettem, úgyhogy. Úgyhogy jól alakulnak a dolgok, de akkor csapjunk is bele a történetbe, rengeteg kérdést kaptunk a fórumokon, és én mondtam a srácoknak, hogy persze, tegyük fel, de én a saját kérdésemet akarom először feltenni irányodba, hogy hogy látod, mennyi minden valósult meg az elmúlt időszakban abból, amit nyáron mondtál nekünk, a csapat játékával, játékfelfogásával, filozófiájával kapcsolatban, és én itt gondolok a direktebb játékra, hogy mi köszönt vissza a pályán az elmúlt időszakban ebből? Hát egyrészt ugye messziről indultunk, mert nagyon döcögösen indult a szezon, utána azért rengeteg sérülés, meg a Covid tovább nehezítette a dolgunkat, és mikor már azt hittük, hogy felállunk, akkor mindig visszaestünk, de az utolsó egy hét itt a válogatott szünet előtt szerintem már mutatott pozitív képet, és szerintem abból a játékból is, abból a támadásbefejezésekből, ami nekünk szimpatikus, én azt gondolom, ezek a nagyon dinamikus, gyors támadásvezetések, beadás, egyérintéses befejezések, tehát hogy azért már láttunk ebből olyat, ami működött, de azt azért látnunk kell, hogy ezek akkor működnek jól, amikor az ellenfél partner ebben, és ők is fölvállalják azt, hogy nyíltan játszanak. Ez nekünk jobban fekszik, de továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy legyenek olyan játékosaink, akik felállt védelem ellen is meg tudják oldani a bontást látványosabb játékkal, úgyhogy az még azért hátra van, de amit láttunk szerintem az elmúlt időszakban, az biztató. Nagyon sajnálom, hogy a Fradi meccset nem a válogatott szünet előtt játszottuk le, és nem egy héttel csúszott ez az egész, mert szerintem jó formában voltunk, egybe volt a csapat, ilyenkor mindig a válogatott egy picit szétzilálja a csapatot, szanaszét vagyunk, most is volt 7 játékosunk, majd utána még a Kodrót is behívták a válogatotthoz, ráadásul ugye a magyar válogatottban is a Négo és a Fiola is ugye végigjátszotta a mérkőzést, a Fradiból azért nem, tehát hogy ilyen szempontból ez is egy picit nekünk nehezített a helyzetem, vagy nehezít ilyenkor a felkészülést, de bízom benne, hogy ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Nekem egy feltűnő dolog van még, hogy a bemelegítéseken mindig nézem, hogy nagyon-nagyon jól lövünk kapura, tehát nagyon elcsípjük, rengeteg jó lövésünk van, és ebből a meccseken kevesebbet látunk, pláne a felállt védelem ellen, és például a Kodzsó példány mutatta, aki messziről elvállalt, és egy gyönyörű gólt lőtt, hogy talán ez az irány is addig, amíg nincsenek olyan játékosok, akik a felállt védelmet meg tudják bontani, talán többet kísérletezhetnénk. Vagy hogy látja az edző, vagy hogy látja, mit beszéltek az Imrével ezzel kapcsolatban meg, hogy mennyire kell lövéssel befejezni egy támadást, vagy mindenképpen ki kell játszani az ittszerig, vagy mire törekednek. Engem ez érdekelne igazából. Reméljük, hogy nem kapott büntetést ezért. Tessék!
Reméljük, Kodról nem kapott büntetést, hogy messziről előtte. Egyébként ez azért érdekes dolog, mert az én elméletem mondjuk a góllövése az az, hogy egy támadónak úgy kell gondolkodni, hogy rúgok gólt. Tehát úgy kell átvennem a labdát, hogy az első gondolatom az, hogy lövök kapura. Aztán menet közben valaki kiabál hangra, vagy felvillan egy kép, és arra bepasszolom, olyan létezik, de fordítva nem működik. Tehát az általában nem szokott működni, hogy úgy veszem át, hogy lepasszolom, aztán nincs senki, akkor ellövöm, és abból gól lesz. És a kapura lövés is egy ilyen dolog. Tehát, hogyha nagyon végignézzük a keretünket, nem nagyon van olyan játékosunk, aki úgy veszi át a labdát középpályán, hogy én azt keresem, hogy én most el fogom lőni, mert most a Kodrot nem is veszem ide, de ő egyébként szeret távolról is püfölni, de ő azért alapvetően csatár, és a belső középpályán ugye a Szendrei Norbi sem ez a nagy átlövő típusú játékos. Makarenkónak pont mondtam, hogy azért megnéztem a statisztikát, az elmúlt években mindig egy 3-4 gólt összekapált, és ha felér, akkor nagyon szépen fejezi be edzéseken, 17-18 méterről, de ő se az, aki úgy keresi igazából az átlövés lehetőségét. Tehát nincs ilyen típusú játékosunk sok a keretbe, talán a Palkónak van még időnként ilyen biztató lövési kísérlete, de kevés olyan játékosunk van, hogy a Funcsor sem ez a típus, úgyhogy így nagyjából végig is mentünk ezen a dolgon, tehát azért kellenek olyan típusú játékosok. Ez úgy csettintése nem ment, hogy na, lőjetek távolról. Tehát ez általában azért típus. Tehát ezek azok a kérdések, amikor egy csapatot összeraksz, és építkezel, akkor ugye én is azt nézem most, hogy mik azok a hiányosságok, ami a csapatban nincs meg. Ez az egyik ilyen, vagy mondjuk a pontrugások, hogy olyan játékosunk legyen, aki a szögletet, szabadrugásokat úgy adja be, hogy az valós veszélyt jelentsen, és amikor úgy, ha nem is sikerül, de hogy fölzúg a távra, hogy úgy megy el a beadás. És ezek azok a pontok, amiket figyelembe veszünk ugye a következő átigazolásnál, hogy legyenek ilyen típusú játékosaink. Ugye most hallgattam a múltka egy elemzést, hogy a Ronaldo mennyi kárt okoz, ahol van, mert nem védekezik. Hát mondanám ennek a sok okos szakértőnek, hogy adjanak már nekem egy ilyen 40 gólos csatárt, az felőlem egész meccsen azt sem akar, hogyha megrúgja a szezonban egy 40 gólját, mert a másik 10 védekezik. Tehát, hogy ettől csapat egy csapat, hogy egymást ki kell balanszírozni, és nekünk most ezek a típusú játékosok még hiányoznak a keretből. Gyuri, nagyon benned van ez a múltkori Fehérvár TV-s interjú. Igen, mert mondom, nekem csalódás volt ahhoz képest, amit amikor először voltál nálunk, akkor mondtál. Tehát ez egy ilyen sokkal Kovács Zolisabb lett az egész sztori. Pedig több bajom. Ki tudja. És igazából sok új nem volt benne, nyilván nagyon feltűnően védted az Imrét nekem, plusz azért kaptak a szurkolók is, ugye, hogy aki 40 éve jár Vidi meccsre, annak nem feltétlenül számít, hogy jól végez a csapat. Ez azért nem igazán van így, tehát egy szurkolónak azért, ahogy Márk is mondta múlt héten, azért egy hétig benne tud lenni, és már úgy megy a következő meccsre, hogy az előző meccs kicsit benne marad, és annak alapján. Tehát az kicsit erősnek éreztem. Nekem mondom, csalódás volt ez az egész. Meg egy-két dolog úgy nekem szöget ütött a fejembe, hogy ugye mondtad, hogy Imit nem szereti a kamera, meg nem szeret nyilatkozni. Mondjuk ki nem is tud. Viszont ezt lehet tanulni. Tehát volt-e már olyan a klub részéről, hogy akkor írassuk már be valami kommunikációs tréningre, mert azért az jót tesz neki. Meg igazából mi az oka annak, hogy ennyire véded az Imit, mint szakmailag teszem hozzá? Hát kezdjük ott, hogy ugye pont ez a lényeg ennek az ilyen jellegű nyilatkozatoknak, ugye azt nekem is realizálni kellett, hogy a Vidi azért más, mint egy kisebb csapat. Itt azért minden szónak jelentősége van, és a média imád rászállni ezekre a nyilatkozatokra, amit én az én oldalamról azért nem tartok sokszor fairnek, mert mint ez egy, ahogy most is beszélgetünk, beszélgetés közben egy kontextusban elhangoznak mondatok,
aminek teljesen más a kihallása, mint hogy kivagdossák belőle azt az egy-egy mondatot, és akkor azt látom szembe jönni velem, ami nem is volt akkora jelentősége, csak éppen egy ilyen mellékmondat volt, és ezért egy picit nekem is óvatosabban kell bizonyos dolgokkal bánni, így a nyilatkozatoknál, talán ezt érezhetted ki. A másik oldalról, hogy a szurkolóknak, amit mondtam, ez megint egy olyan jellegű dolog, amit abszolút értem, amit mondasz, és egyet is értek veled, félreérthető. Én nem azt mondtam, hogy a szurkolónak nem számít, én azt mondtam, hogy egy nagy egészben, amikor 40 éve vagy szurkoló, most egy szezon így vagy úgy alakul, az a te szurkolói viselkedésedet, vagy megítélésedet, vagy lehetőségedet nem változtatja meg, mérges vagy, stb., de mint a Főnix Marál, újra felszállsz, és a következő évben reménykedsz. Viszont egy-egy rossz szezon egy játékosnak, egy sportvezetőnek, egy edzőnek a karrierjébe, az életébe kerülhet. Tehát, hogy én azt akartam ezzel kihangsúlyozni, hogy aki azt gondolja, hogy itt valakinek nem fontos, hogy nyerjünk, nem fontos, hogy bajnokok legyünk, bezzeg a szurkolóknak fontos, és a játékosnak, és az edzőnek, és a sportigazgatónak, vagy a tulajdonosnak nem fontos, akkor az téved, mert nekünk ilyen szempontból ezt akartam elmondani, egzisztenciálisan is fontos, mert ugye talán elmondtam ebben a műsorban is, hogy azok az edzők egy UEFA kimutatás szerint az elmúlt 15 évben, akik először kaptak állást Angliában, 55% soha többet nem kap lehetőséget. Tehát mondjuk ebből a szempontból, mondjuk, hogy Huszti Szabolcsnak, vagy a Szabicsi Minek, ez az első lehetőség, ez mindennél fontosabb. Tehát neki éjjel-nap azon kell rugózni, hogy tudunk nyerni. Tehát sok mindent lehet mondani, lehet kritizálni, de az, hogy azért nem nyerünk, mert őt nem érdekli, vagy nem akar, és ez bármelyik edzőre igaz, én azt gondolom, pláne a pályakezdő edzőknek. Nem értenni, azért megnézed az én múltamat, nagyon sokszor alkalmaztam olyan edzőket, akiknek az első munkájuk volt, vagy sokáig nem kaptak lehetőséget, mert pontosan ezt a fajta motivációt tartottam nagyon fontosnak, hogy ebből előtt lehet kovácsolni a tapasztalatlanságból, viszont az óriási lelkesedésből. Úgyhogy ha ez jó van menedzselve, akkor ez összehozható. Azért védtem az Imit, mert és védem is, mert a külső dolgokból ítélnek meg emberek, és vonnak le olyan következtetést, amit nem látnak. Tehát nem látják, hogy ő hogy kommunikál a csapattal, hogy a csapat mögötte áll, nem áll mögötte egy edzőnek, csak abból, hogy valaki hogy öltözik, hogy beszél, hogy hunyorít, abból olyan végzetes következtetéseket le tud vonni a szurkoló, amit igazságtalannak tartok. Én belülről látom őket, látom, hogy dolgoznak, és ezek a dolgok rendben vannak. Tehát a csapat most számomra egy pozitív irányt vett, az utolsó héten, én azt gondolom, hogy az is látszik, hogy ahogy kiegészültünk, fejlődött a csapat, ez nagyon fontos mindig egy edzőnél, és most is azt vallom, hogy alapvetően a játékos állomány határozza meg valahol a sikerességet, és ez nagyban a klubon múlik majd, hogy tudjuk játékosokkal támogatni azt az irányt, amit az Imi adott esetben képvisel. És ez is egy idő, amíg mi is összeszokunk, és ő is engem, én is őt látom, mik a fontos pontok neki az igazolásoknál, és ezeken próbálunk előrelépni. Hát az, hogy kommunikációs tréningem a klub küldjen el egy edzőt, ez egy azért érdekes felvetés, mert sokszor felmerült például, hogy dietetikust alkalmazzunk így kisebb klubnál, amikor voltam. A Vidire ez mondjuk pont nem jellemző. Olyan gyorsan fluktuálódott a keret, hogy mindig azt mondtam, hogy mire elkezdünk dolgozni a srácokkal, hogy kell enni helyesen, mit tegyenek, és annak valami hatása lenne, pozitív hatása a csapat teljesítményre, már nincs ott. Tehát, hogy azért én, mint klub áldozzak, hogy ő majd akkor nem tudom, milyen lesz. És az Imi esetében, tehát nyilvánvalóan szerintem
ő fejlődni fog, mert egyre többet nyilatkozik, egyre többet tapasztal, és remélem, hogy egyre többet nyerünk, és akkor könnyebb nyilatkozni mindig, mert mosolygósabb ez a történet. De szerintem ez most nekünk a legkevésbé lényeges kérdés, mert én úgy látom, hogy ha megnézed, hogy mi az, ami kell egy edzőtől, tehát most fizikálisan teljesen rendben van a csapat. Tehát szerintem senki nem tudja azt mondani, hogy mi nem nyomjuk végig a meccseket, hogy a végére elfáradnánk, hogy benyomnak minket, tehát hogy vannak tartalékok, tehát hogy ezek a dolgok rendben vannak, teljesen tisztán látszik az az elképzelés, amit ők képviselnek, mert most már végig abban a stílusban játszunk, nagyjából megtalálta a csapatát is, az új játékosokkal, azért csak jött 7-8 új játékos nyáron, a sok sérülés, a Covid miatt azért egy kicsit keresgélni kellett, tehát szerintem egy picit türelem kell, hogy tényleg lássuk azt, hogy haladunk erre vagy arra. Hát kiváló alkalom lesz szerintem ez a hétvégi meccs arra, hogy azokat a hibákat, amiket eddig elkövettünk, rossz eredmények, elhulajtott pontok, azt most korrigáljuk abban a szempontból. Szerintem a hétvégi meccs egy nagy lehetőség arra, hogy most tényleg megmutassa az igazi arcát a Vidi. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a válogatott nem törte meg a csapatot, és a múltkor is egy jó meccset játszottunk, annak ellenére csak 12-en voltunk mezőnyjátékosok. Most is vannak sérültek, de azért úgy látom, hogy a Covid még nem szól közbe, mert ugye az két nappal a meccs előtt még kell Covid-tesztet készíteni, és ott mindig remegünk, akkor egy jó meccset tudunk játszani a Fradival, bár az érdeke, ha nem jó, csak nyerjünk. Köszi. Az előző gondolatmeneted alkalmával sok olyan dolgot érintettél, amit ugye az én személyes vlogjaimban is meg lehet figyelni, a szurkolói lélektan ékes példája az újpesti mérkőzés, amikor hát mindenkinek is viszlát, majd eltelt két hét, és minden happy, és minden jó. Tehát ez tényleg a szurkolói aktuális lélektant meg lehet nézni, mert ugye az újpest elleni meccségen is mondtam, hogy hát ez így nem biztos, hogy jó lesz, lehet le kéne vonni a konzekvenciákat, majd az alaegerszegi meccs után már teljesen pálfordulással azt mondtam, hogy hát ez egy jó játék volt, jól játszottunk, dinamikusan lőttünk távolról, együtt élt mindenki, és jó volt látni a csapatot. Tehát én úgy érzem, az Újpest volt a mélypont, és azóta egy ilyen fölfelévő szakaszban vagyunk, és számomra ezt nagyon jó látni, azt, hogy így játszik a csapat, hogy így mennek egymásért a fiúk, és tényleg nagyon jó látni azt az egységet, amit te is mondtál, hogy most így végre összeálltunk, megvannak azok a játékosok, akikre kezdőbe számít a Szabics Imre, akik a csereként, és úgy érzem, ez a hierarchia is végre úgy meglett a csapat egységben, és számomra ez egy nagyon-nagyon pozitív változás, és én ezért is vagyok úgy vele, hogy bár az újpesteni meccs után már edzőkérdésben voltam, én azóta most nem vagyok ebben, sőt, én úgy vagyok vele, hogy majd a hétvégi meccs például egy óriási teszt lesz számunkra, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Én személy szerint egy döntetlen minimum várnék a csapattól, lehet ez a szurkolói pozitív hozzáállás is, meg az én állandó optimista hozzáállásom, de én úgy gondolom, hogy ez a Ferencváros, ez most az elmúlt évek leggyengébb Ferencváros, ez most meg lehet fogni. És én azt hiszem, hogy ez a csapat képes rá. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod. Hát én őszinte egyébként győzelembe bízom, már csak azért is, mert tényleg ez egy olyan jó lehetőség, és egyszer fordulnia kell, mert azért a múlt kori meccsen is. Ez érződött, hogy a Fradi akkor jobb volt egy picit talán, de szerintem egy kiegyenlített mérkőzés volt, és tényleg nüanszon múlott, hogy egy pontrugás ide vagy oda dőlt el, nem felénk dőlt el. Plusz ez lesz a harmadik meccse az Iminek a Fradi ellen, eddig két sít van, tehát minden sorozatnak egyszer meg kell szakadni, és valahogy ez most nagyon kellene a bajnokságnak, és én azt gondolom, bizony, hogy mi nyerjünk, mert akkor a hátralévő meccseket nézve, az esélyeket, akkor összefúzhatnánk a tabellát, ami azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos lenne, hogy tényleg egy nagy csata legyen, és ebbe bízom, hogy még télen tudunk is erősíteni, megtaláljuk azokat a játékosokat, akiket keresünk, és akkor tavasszal egy nagyon éles harcba mehetünk bele. Ez egy fontos meccs ebből a szempontból. Hát nyernünk kell, mert azért ott a Puskás, és ott a Kisvárda is, és ők is gyűjtögetik szépen a pontokat. Úgyhogy én most bizakodó vagyok, megmondom őszintén. De hát majd meglátjuk, mert ugye a Fradinak is ez egy más meccs lesz.
Ők is most kijöttek egy kicsit ebből a nemzetközi rohamból, és számukra is ez egy nagyon fontos motiváció, mert nekik is vissza, van honnan visszapattanniuk. Igen, és köszönöm szépen. Még Arnit a ritkán láttam ennyire jó csapat közösséget, amit látok a Vidinél. Ugye edzéseken sem látunk olyan jellegű feszültségeket, problémát, ami gond lenne. Ez nagyon pozitív, már talán túl pozitív is, tehát hogy tényleg jó fiúk a szónak a jó értelemében, nincs olyan, akivel balhé lenne állandóan, lehet, hogy néha kellene egy kis action, de jó látni azt, hogy tényleg beleállnak ebbe az egészbe, és egymást támogatva, azok is, akik nem játszanak is, tényleg az edzésen is olyan a hozzáállásuk, tehát hogy tényleg egy szavam nem lehet így erre a dologra, nem látom azt a fajta duzzogást, aki nem játszik, hogy bomlasztana. Nyilván volt már, aki jött, hogy majd vége az őszi szezonnak, akkor üljünk le, mert ez így nem annyira oké, ami ilyenkor természetes, mert mindenki játszani akar, de nem látom ennek a negatív oldalát, és valahol én ezt is az edzőknek a pozitív oldalára helyezem, hogy valahogy azért tudják úgy kezelni a csapatot, hogy ne essen szét, tehát hogy ne legyenek ilyen belvi szájok egy csapaton belül, és ez is egy fontos dolog az edzőknek, hogy ilyen helyzetben tudják ezt tartani, tehát ezekért is védem egyelőre az edzőket, visszatérve a kemény kérdéshez. Ha már így a játékosokról beszéltünk, én föl is tennék egy kérdést így a játékos állománnyal kapcsolatban. Ugye van itt egy pár név, amit így a szurkolók nagyon szeretnének tudni, és erről olyan sok kérdést is érkezett, és ezt én mindenképpen meg is kérdezném, hogy ugye vannak azok a játékosok, akiket nagyon szeretnének, hogy lássunk a csapatba, vagy szeretnének látni a többiek. Ugye gondolok az Armin Hodzsicsra például, vagy a Kevinre, vagy a Csobot Kevinre, vagy akár a Lamine Diallóra, hogy velük mi a helyzet, mi az állapotuk, illetve a sérülteknél, ugye úgy tudom, hogy az Ádám még talán a vállával megvan sérülve, a Kovácsik Ádám, vagy nem tudom, már bevethető-e, és illetve a Ruben Pintóval mi a helyzet, mert őről nagyon rég nem hallottunk. Hát Pintót én is nagyon várom vissza, mert őt szeretném nagyon látni együtt mondjuk Makarenkóval, hogy azt, hogy működik. Ő neki ugye egy Achilles inszakadása volt, amiből a rehabilitációban már ott tart, hogy most már labdás edzéseket végez, futásra működik a lába, nincs semmi panasza, nem érez se feszülés, se fájdalmat, egyre többet mosolyog. A tervek szerint ő januárban csatlakozik a csapathoz, és a január végi rajtra ő rendben lehet. A Hodzsit sajnos jön föl ő is, és egyre jobb állapotban van, de még mindig nem tudja azt az intenzitást produkálni, ami ahhoz kell, hogy az első osztályban játszon. NB3-ban már játszogat, sőt, már gólokat is lőtt, de még ő maga is mondja, hogy van valahogy egy ilyen belső erő, mint ha visszafogná a testét, hogy nem tud 100%-osan. Ilyenkor ugye egy ilyen sérülés után a közelítője volt neki ugye beszakadva, hogy van ez a félelem, hogy egy következő mozdulatnál újra megsérül, és emiatt valahogy hogy nem tudja magát ezen átrágni. Most ezt nem tudjuk mi se, hogy ez fejben van neki, és ezt el kell tudni engedni, vagy tényleg fizikálisan nem tudja magát utolérni. Ezt nem tudjuk, de sajnos még egyelőre ő nem tartott, hogy használni lehessen. A Kevinnek nagyon nagy meccs hiánya van, az azért érződik. Egyelőre nem kapta meg a lehetőséget, de azért bízom benne, hogy előbb-utóbb őt is és a Gellót is látjuk többet, de most nagyon úgy tűnik, hogy ez a három szélsővel elégedett az Imre nagyon, és őket forgatja. Petrák nagyon jó formába lendült, Dádai Pali is, 3 gólos, 4 gólpasszos, ő is most úgy tűnik, hogy kezd átlépni egy bizonyos határt, amikor
amikor már lehet rá stabilan számítani, hogy majd valamit most már villanni fog, mert rendre jöttek a gólpasszok. A Funcho pedig taktikailag oldja meg azokat a dolgokat, amiket az Imre vár tőle. Nagyon fegyelmezett, alázatos a védekezésben, mindig kavar valamit, és hogyha csereként jön be, és mindig történik körülötte valami, úgyhogy most én úgy látom, hogy ők kapják meg a lehetőséget többnyire, és talán az Alegerszeg volt az egyetlen olyan meccsünk, amikor egy edző hátra dőlhetne, és bemehetne kávézni, mert az utolsó 20 percet fejezzétek be, címszóval bárki játszhatott volna, egyébként végig minden meccset végig kellett koncentrálni, amiket megnyertünk, a Paks, a Honvéd, végig éles, tehát ilyenkor nagyon nehéz az edzőnek belenyúlni úgy a meccsbe, hogy nehogy elrontson valamit. Lásd, a Honvéd 3-1-ről el tudta bukni Debrecenbe 5-1-re, és azt kell látni, hogy van ilyen a fociban, amikor tényleg 12 perc alatt 4 gól, egészen hihetetlen. Tehát, hogy akárhányszor lejátszhatnád ezt a 12 percet, soha többet nem tudnál 4 gólt kapni. De van ilyen, és észné kell lenni, és nekünk most nagyon-nagyon fontos minden győzelem, hogy haladjunk előre, mert csak győzelmekkel tudunk haladni, úgyhogy ebből sem irigylem az edzőket, de nyilván én is szívesen látnám ezeket a srácokat élesbe az alapcsapatban. Köszönöm szépen! Volt még valaki más, nem volt, ugye? Hát én az Ádámot kérdeztem, a Kovácsikot, ugye kapusposzton, neki volt a vállával valami sérülés. Az Ádámnak most volt a térdével egy kisebb problémája, és azt ki kellett tisztítani, tehát őt el is vesztettük most egy 2 hétre. És a Rockov, az továbbra is maródi, ugye? Rockov viszont elkezdett rendesen edzeni, és ő ma már láttam rendesen edz. 100%-osan szerintem egy 2 hét múlva már az NB3-ba tud védeni, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő is rendben jön, hál' Istennek végre. Most egyelőre a Gundi lesz a második számú kapus a hétvégén. Nagyon szépen köszönöm, hogy a következő körben van még kérdezek egy-kettőt. Köszönöm. Jó. Én is most belenéztem a fórumos kérdésekbe, és a lejáró szerződésű játékosok kérdését meghagyom a Gyurinak. Én a Rakóvi együttműködéssel kapcsolatban, hogy mit fog takarni ez, van-e valami konkrétum, lehet-e tervezni, hogy akár jövőre, nyáron, vagy valamikor történik ez ügyben is valami, vagy szakmailag mit lehet összerakni egy ilyen lengyel klubban? Hát abban maradtunk, hogy tartjuk a kapcsolatot, és valamelyik válogatott szünetet megint föl fogjuk egy ilyen találkozóra használni, vagy esetleg a téli edzőtáborban, hogy ki hova megy, esetleg ott tudunk egymással játszani, de egyelőre most mindenki a saját meccseire koncentrál, tehát további lépés nem történt azóta. De így, most így felvetem, akár jövő nyárra esetleg valami mérkőzés itt Fehérváron kinézhet-e a felkészülésbe, vagy hogy? Hát most egyelőre konkrétumról nem mondom, egyelőre nem mentünk tovább ebbe a sztoriba. Ebben maradtunk, hogy tartjuk a kapcsolatot, megnézzük a téli felkészülésen esetleg, hogy ki hol lesz, hogy ott összehozni egy meccset, aztán majd meglátjuk, hogy ez az utazás is, mert ugye a kimenetelünkben az ő vendégeik voltunk, tehát azért ennek van egy komoly költsége ide-oda repkedni, tehát hogy őnekik ugye ez egy jubileumi mérkőzés volt, amire volt büdzséjük, most egy sima edzőmeccsre, azért ezt át kell gondolnunk majd, hogy ezt hogy tudjuk úgy megoldani, hogy mindenkinek megfeleljen. Most egy meccsére elutazni így, ha nem egy ilyen gála meccsre van szó, az sem egyszerű, de azért mondom, hogy azt látni kell, hogy kinek mi a programja majd jövő nyáron. Értem, köszönöm. Gyuri, te jössz? Igen. Norbi, jó volt, te asszonyjal egy kicsit, leadtad az infót, hogy... Nem, hoztam magamnak egy pohár jó hideg kól azért ott, mert itt kiszáradok, itt a sok kérdés volt. Ronaldo nem látta, jó van így. Nem, igen. Igen, mint ahogy a szerb Mitrovic is, ő is meghívott. Ja, ő már... Kovágyítás ellen. Bejött a kólaja. Hát, az nagyon komoly volt. Bocsánat, köszönöm. Egy ős fórumozó kérdezte meg, hogy esetben vetette fel, hogy kérdezzük meg, ugye 6 játékosnak lejár a szerződése. Hogy velük megkezdődtek el a tárgyalások, ugye Nikó, Stopi, Fiola, Koko, Budu,
nem tudom ki a hatodik, hogy hogy állnak a tárgyalások. Kokónak és a Budunak nem jár le. Nem jár le. Szerződése, szerintem csak a Fialastopira Nikolic hármasnak jár le a szerzés a Pintónak. És velük mi a helyzet? Hát abban maradtam velük, hogy télen leülünk és megbeszéljük, hogy ki hogy képzeli a jövőt, addig látnunk kell, hogy fejlődik a csapat, mi az ő szerepük a csapatban, és ők hogy képzelik el a jövőt. Most gondolok olyanra is, hogy azért köztük van kettő, aki bőven 30 fölött van. Náluk is látni kell azt, hogy ők minden állon alapemberek akarnak lenni, és csak úgy képzelik el a jövőt, vagy el tudják azt is képzelni, hogy kiegészítő emberként segítik a csapatot. Ez nem egy könnyű kérdés. Ezt minden játékosnak azért magának éreznie kell. Mi pedig nem szeretnénk úgy játékosokat tartani a keretbe, hogy utána puffogás van, mert mint mondtam, most nagyon egységes a csapat, és tényleg mindenki a csapat sikeréért küzd. Egymást biztatják edzéseken is, függetlenül ki játszik, ki nem, és ezt az egységet azért nem szeretnénk megtörni, hanem muszáj. Tehát én el tudom fogadni azt is, hogy egy idősebb játékos még úgy látja, hogy ő neki még alapembernek kellene lenni, adott esetben mi még nem úgy látjuk, de ezt össze kell hangolni, mert hogyha múltkor megnéztem az Illés Béla, amikor az MTK-nál befejezte a pályafutását, az utolsó előtti évében, azt hiszem 16-szor volt csere és 10-szer kezdő, rúgott 10 gólt, az utolsó évében pedig azt hiszem 21 meccset játszott, 21-szer volt csere, és rúgott 4 gólt, és úgy fejezte be a pályafutását. Tehát ezt nehéz az embernek, mikor odaér, hogy el tudom ezt fogadni, vagy nem tudom ezt elfogadni, ezt a kérdést. Én emlékszem a Betár Jeruzsálemnél, amikor lejárt a szerződésem, akkor volt csapattársam lett az edző, és milyen csevelet, senélkület szituációban voltunk, mert két nagy bika a csárdába, nagyon sokat összevesztünk, meg egymást válvetve támogattuk a pályán, meg tudta, hogy a nyerőtípus vagyok, meg lehet rám számítani, de ő lett az edző, és elengedett. És évekkel később beszéltünk erről, rá 10 évre, és mondtam neki, hogy az azért fájt. És nem az, hogy elengedett, hanem hogy nem ült levelem. De mondta, hogy igazából ő attól félt, hogy ha nem játszom, akkor műsort csinálok, mert nagy a pofám. És mondtam neki, hogy én tudtam, hogy te ettől félsz, de ha leültél volna velem, és ezt megkérdezett, hogy lesz ebből gond, vagy elfogadod-e, hogy így itt maradsz, akkor ezt meg tudtuk volna beszélni, és annak tükrében dönthettél volna. Így viszont elengedtél, én a következő évben a másik klubomban rúgtam 10 gólt. A Betárnak akkor én segíthettem volna neked, meg egy bukás lett a következő évben, ugye, mert fiatal edző volt, és nem úgy jött neki össze a szezon. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt jól kell tudni kommunikálni. A Pintónál pedig látnunk kell, hogy az neki is türelem kell. Nagyon jól érzi itt magát a családjával is, nagyon megviselte ez a sérülés. Én szerintem ő hosszú távon elképzelné itt magát, én pedig nagyon szeretném már látni a pályán, hogy működik együtt ezzel a csapattal, amit azért átalakult a nyáron egy picit, úgyhogy őt látnunk kell egyszerűen, addig nem tudunk döntést hozni. Tehát ezeket a lépéseinket át kell gondolni, mint ahogy nagyon sokat a téli időszakra. Köszönöm. Akkor újra jövök. Ugye beszéltünk itt a korábban fenn alakult sérülés hullámról, Covid események miatti játékos keret szűkítés miatt, tehát elfogytak a játékosok, mondhatjuk így, hogy ez mennyire befolyásolt azokat a célokat, amiket ugye a korábbi beszélgetés alkalmával úgymond kitűztünk az ásztunkra, hogy szeretnénk elérni ebben a szezonban. Ugye, ha jól emlékszem, egy jó dobogóban egyeztünk ki, és egy kupagyőzelem, hogy ez továbbra is ez a célunk, ezt szeretnénk elérni, vagy esetleg, ha úgy jön neki a lépés, annál jó Isten, nagyon örülnék neki, komolyabb célokban is gondolkodunk az idei szezonban. Ez a cél meghatározás mindig nagyon érdekes dolog, mert hogyha hogy lehetne azt kitűzni a vidinél, hogy
nem akarsz bajnok lenni. Ha viszont azt mondta, hogy szeretnél bajnok lenni, mert már beleszaladtam ebbe egy másik klubomnál így, utána számon kérték a szurkok, de hát megígérted. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt mindig a cél a bajnoki cím. Ebben az évben az ismert körülmények miatt maradtunk abba, hogy építkezünk, és szeretnénk jövőre arra a szintre jutni, hogy ez ne csak egy üres szólam legyen, hanem legyen tartalmas is az, hogy tényleg megpróbáljuk visszaszerezni a bajnoki címet. Úgyhogy egyelőre ugyanott tartunk, de mint említettem, ilyen szempontból nagyon fontos lehet, és nagy lökést adhatna mondjuk egy hétvégi győzelem, hogy legyen télen olyan célkitűzés, ha lehessen olyan célkitűzésünk, ami nem irreális ebből a szempontból, de továbbra is építkeznünk kell, és ezért mondom, hogy attól, ami a fő célunk, hogy a dobogón ott legyünk, és a nemzetközi kupolondon indulni tudjunk, illetve hát hogy a kupa győzelemre legyen esélyünk, ahhoz jól állunk, tehát hogy helyén kell kezelni egyelőre a dolgokat. Úgyhogy bízom benne, hogy ez egy picit javul, és felérünk a téli fordulóra, a dobogóra. Köszönöm szépen, és még egy kérdésem lenne. Ez pedig a téli átigazolási időszakkal kapcsolatos, illetve a fiatal játékosainkkal, akik ugye kölcsönben szerepelnek, akár NB1-es, akár NB2-es csapatoknál, hogy a téli átigazolási ablakban mi az alapján választunk játékost, hogy a fiatalokat is nézzük, vagy ők majd év végén próbáljuk őket visszaépíteni a keretben? Ez egy ilyen kérdés, ilyen fura kérdés, tudom. A másik pedig, hogy inkább a rutinosabb vonalra megyünk rá, vagy inkább a fiatalabb, vagy inkább ilyen is, hiszen jelenleg ugye, ahogy beszéltük is, kicsit öregedő már a csapat, lehet, hogy a fiatalabb vonal lenne az, amit vinnünk kéne, ez mondjuk az egyéni meglátásom, ez az én, mint szurkoló az oldalvonalról mondom, és én így látom így, de viszont látom azt is, hogy egy kis rutin is kéne például hátulra a védelembe, nem tudom, hogy ez így reális-e, ahogy én látom, vagy butaságokat látok, nem tudom, hogy te hogy látod ezt saját. Attól függ, hogy honnan kezded el, hogy ki a fiatal, ki az öreg, mert szerintem elég, csak a kezdőcsapatra fókuszálunk, akkor azért elég vegyes a kép, tehát van benne rutin is, szerintem nem érzem annyira öregnek a csapatot egyébként, tehát hogyha most a kezdőcsapatot nézed, most 30 fölött Fiola van, Stopira, Makarenko épp, hogy átlépte, tehát ez én azt gondolom, ez a 28-32 közötti életkor, ez tényleg a futballban a legintenzívebb lehet, mert kész vagy, kész játékos vagy, stabil a teljesítményed, hogyha nem vagy sérülékeny, akkor ebben az időszakban tudod a legjobban kihozni magadból, tehát én ebben nem érzek problémát. Én továbbra is ott tartok, hogy szerintem nekünk egy nagyon erős alapcsapatot kell összeraknunk először, és télen is inkább erre koncentrálnék, és utána a fiatalban, mert hogyha most hozunk 2-3 fiatalt, és leszünk negyedikek, ötödikek, akkor olyan elégedetlenség lesz, amivel a fiatalok nem fognak fejlődni. Tehát szerintem meg kell teremteni az alapját, hogy őket be tudjuk építeni, de mondjuk én azt gondolom, Dádai Palko 99-es, a Szendrei Norbi 2000-es, most akik alapemberekként játszanak, Funcsó is gyakorlatilag a szűk maghoz veszem, 99-es születésű, úgyhogy ők fiatal játékosok ebből a szempontból. Tehát hogy ezt nem érzem ilyen szempontból problémának, de én úgy hívom inkább, hogy kész játékosokra utazunk inkább, tehát most élen. Tehát olyan játékos szeretnék találni, aki azonnali bevethető, akár Makarenko, Kodrót említhetem, tehát ezt a kategóriát, ezt a minőséget keressük, aztán meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni, mert azért ez az igazolás nem olyan egyszerű mutatvány, mert meg kell találni pénzbe szakmailag, meg hát ő is akarjon jönni, ezt úgy össze kell fésülni, és ez okozza a legnagyobb nehézséget. Igen, egyébként pont akartam is mondani, ha már így a játékosokról is, ugye Makarenkorról is beszélünk, hogy én mindenképpen gratulálnék
miatta is, Kodró miatt is, mert abszolút húzóemberei lettek a csapatnak, és nem akarunk a teljesítménye, pedig szinte magáért beszél, hogy eddig volt a bajnokságban, nem is tudom pontosan hány forduló, 12 és a 12 fordulóból majdnem az esetek 50%-ában, vagy esetleg, talán 7 fordulóban is a forduló válogatottjában volt, szerintem azért a számok magukért beszélnek, tehát ő egy kimagasló játékos a csapatnak, és hát Kodró is az elmúlt időszakban egy abszolút felfelé ívelő stádiumban van, és én az alaegerszegi meccs után még azt is megmertem kockáztatni, hogy én már most szerződést hosszabbítanék vele, mert tényleg látom rajta azt, amit hiányolt, ezt a dinamikusságot, ezt a robbanékonyságot, ahogy érkezik a kapu elé, tehát volt olyan lehetősége is, aztán talán 3-0-nál, hogy centikkel fejeltem elé a labdát, és ott, ahogy berobbant és megelőzte a védőjét, a röviden, az gyönyörű mozdulat volt. Tehát jó látni ezt, és én azt hiszem, hogy ha őket ide tudtuk hozni, akkor hasonló játékosokat is fogunk tudni hozni, és szerintem rajtad ez nem fog múlni, úgyhogy ennek nagyon örülök. Még annyi, hogy a fiatal játékosoknál annyit kérdeznék még így meg, hogy ugye az NB1-es és a többi fiatal játékosunkat mennyire gyakran követjük nyomon, illetve látható-e az, hogy rövidesen lehetnek-e olyan játékosok, akik akár alapemberré, vagy stabil kerettagját tudnak válni nálunk az első számú csapatnál. A fiatalokra gondolsz, akik kölcsön vannak adva? Igen, az NB1-be és az NB2-be. Hát gyakorlatilag figyeljük őket folyamatosan, de sok gonddal küzdködnek. Ugye az Eke Mária, aki stabilan játszik legalább a gyírmódba, ő nagyon jó teljesítményt nyújt. A többiek másodosztályban vannak. A Halmai Ádinak volt egy sérülése, aztán utána újra meghúzódott, úgyhogy eléggé zaklatott neki az ősze Budaörsön, nem olyan jól sikerült, mint például a tavalyi évben. A Szabó Levinek pedig neki is lett egy húzódása, rúgott már egy gólt ott az elején, úgyhogy abból épülget föl. Tehát ilyen szempontból eddig nem mondanám sikersztorinak így a kölcsönadást, hogy nem sikerült nekik akkor átlépni előre, hogy télen őket vissza tudjuk hozni, és esetleg be tudjuk építeni, úgyhogy erre még várni kell. Hát ez egy folyamat, mert nekünk is fontos, hogy megtaláljuk azt az együttműködő partnert, ahol az ő fejlődésük biztosított, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy meglegyen ez a felfelé áramoltatás, mert az NB3-ban is van pár olyan tehetségünk, főleg 2004-es korosztályban, akiknek majd az útját egyengetnünk kell fölfele. Aztán bízom benne, hogy minden évben lesz egy-kettő olyan játékos. Ugye ez a feladata az utánpótlásnak, ami nem könnyű sehol, de próbálunk nekik utat nyitni, hogy ez sikerüljön. Úgyhogy a keretben is van most pár olyan játékos, akik most épültek fel, Nyári Patrik, a Zsóri, akik keresztszakadás után most épültek fel, nekik is majd tavaszra meg kell találnunk a megfelelő szintű fejlődési lehetőséget, hogy az első osztály vagy másodosztály, ezt majd meglátjuk, hogy tudjuk, de ez is egy fontos feladat, hogy őket is menedzselnünk kell. Hihetetlen, hogy pont a fiatalokkal ennyi sérülés problémánk van egyébként, tehát hogy mindig azt gondoltam, hogy főhozok egy 18 évest, aztán szétfutja a mezőny, pont az ellenkezője van, tehát velük több probléma van sajnos, mint a kész játékosokkal jelen pillanatban. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Arra kérdeznék rá, vagy az érdekelni, és ebbe bele fogok fűzni egy fórumtársnak is az állandó kérdését, hogy említetted korábban, hogy télen 5-6 játékos tervezünk igazolni a kezdőbe, és most a kezdőkörös Fehérvár TV-s interjúban már így nagyjából 3 játékosról beszéltünk, hogy én az 5-6-ot egyébként így elsőre soknak találtam, hogyha mindenkit a kezdőbe akarunk. Ez a 3, ez szerintem reálisabb, hogy ez volt az oké, hogy reálisabb, hogy 3 ember így nagyjából a kezdőbe, vagy ugyebár ez a fórumtárs folyamatosan arra kérdez rá, hogy van elég pénzünk, tudunk-e versenyezni a Ferencvárossal, megvan még az akarat, hogy mi tényleg ott legyünk az elén. Bár én erre meg tudnám válaszolni, ugyebár te mindig ezt mondtad az eddigi nyilatkozataid alapján, hogy nem pénzügyi problémák miatt van lemaradásunk a Ferencvárossal szembe, de hogy ezzel kapcsolatban mi a meglátásod? Csak arról tudok beszélni, amióta én itt vagyok, maximális támogatást kapok a tulajdonostól.
ennek köszönhető, hogy Makarenko és Kodró szintű játékos tudtunk igazolni. Amit én látok, hogyha a megfelelő a minőség, árérték arányban, akkor rendelkezésre áll a pénz. Nekünk, tehát az átékezési piacon nekünk nem kell versenyezni senkivel, csak saját magunkkal, illetve meg kell tudni győzni ezt a játékost, hogy minket válasszon. Ez egy fontos dolog, amiben ugye ebben az interjúban is mondtam, hogy előre kell lépni a magyar focinak, hogy több játékost adjunk el külföldre, mert az rövid távon lehet, hogy fáj, mert elengedünk olyan játékost, aki most még nagyon szeretünk, és nagyon hasznos a csapatnak, de hosszú távon enélkül viszont nem tudjuk meggyőzni a játékosokat, hogy jöjjenek ide, mert ez egy kiváló ugródeszka, amit egyre jobban használnak olyan országok, mint Svájc, vagy már lengyelek is, és ebbe szerintem mi még le vagyunk maradva, úgyhogy ez a következő nagy feladat lesz azért a Vidinél is, hogy próbáljunk majd olyan játékosokat is igazolni, akiket tovább tudunk adni. De egyelőre most a legfontosabb, hogy előre lépjünk. Az 5-6 játékos az azért attól is függ, hogy ki megy el. Tehát alapvetően ugye, ahogy említettem, ugye próbálnánk a kezdőbe igazolni, tehát azért nem igazolunk, hogy igazoljunk. De ha mennek el játékosok, mert elégedetlen a helyzetével, vagy mi úgy ítéljük meg, hogy már nem látjuk azt a potenciált benne, hogy esetleg a kezdő csapatba be tudja magát verekedni, és inkább elengedjük, vagy eladjuk, akkor azt pótolni kell. Tehát, hogy ez is befolyásolhatja, hogy milyen átrendeződés lesz a keretbe. Az nyilvánvaló, amit említettél, hogy 5-6 játékos télen a kezdőbe beigazolni, az sok. Tehát nem is így gondoltam, de lehet 5-6 olyan játékos, akiből 2-3 játékos viszont a kezdőbe tervezünk. Aztán kellenek olyanok is, akikkel esetleg a távozókat pótolnunk kell, mert mondom, lehetnek változások, sok játékosunk után érdeklődnek, aki nem játszik itthonról is, külföldről is. Most kezdődik az az intenzív időszak, amikor külföldön is, itthon is döntést hoznak a csapatok. Nálunk kik is társadott, hogy mire koncentrálunk, mi az a három poszt, amiben mi gondolkodunk, és főleg amiben erősíteni akarunk, úgyhogy ezért említettem el a tévében a három posztot. Köszönöm szépen, én nagyon elégedett vagyok a válaszokkal. Gyuri, most te jobb kedvű vagy, mint a Fejér tévés adás után az üzeneteidben, amiket küldtél? Egy hangyányival, igen. Fejlődünk. Annyi, hogy még a kölcsön, hát egyrészt még az igazolásokról, hogy nyilván név nélkül, hogy van-e már, ami úgy nagymértékben konkretizálódott, tehát van-e már olyan, vagy még azért nem jutottunk el odáig, illetve a kölcsönben lévők közül, hogy ugye mondtad annó, hogy Uri maga akart elmenni, ugye felajánlottátok neki, hogy verekedje be magát, és hogy neki esetleg van-e még visszaút, mert ahogy úgy nézegeti az ember, egész jól megy neki kint, hogy van-e visszaút, vagy őt megpróbáljuk majd értékesíteni, ha nem akar visszajönni, vagy ő is az lesz, hogy leülünk majd vele, és vagy leültök vele, és akkor meglátjuk. Mert hát ugye, mik azok a posztok, amiket te mindenképpen szeretnétek igazolni? Hát Uri esetében én úgy sejtem, hogy ők meg fogják venni, és így is gondolkodunk alapvetően. A posztok megig, amiről sokat beszéltünk, tehát legfőképp támadó poszton szeretnénk erősíteni, támadó középpályás, szélső és adott esetben csatár. Tehát ez a három olyan pozíció van, ami főleg a célkeresztünkben van. Úgyhogy jelen pillanatban erre a fókuszálom. Konkrétum azért nincs, mert most kezdünk el eljutni arra a szintre, ahol megvannak azok a... Már vannak olyan játékosok, akiket beazonosítottunk, hogy ők érdekelnek minket, aztán vagy sokat kérnek értük, és akkor nézzük, hogy vagy nem akarják elengedni, és várjuk a változást, vagy ő még gondolkodik, hogy hát, ha lesz jobb helye, mármint liga szempontjából, úgyhogy ezek ilyen folyamatok,
meg hát most kezd mindenki úgy egy kicsit aktivizálódni, mert ez, azért az átkezdési piac sokszor ilyen dominó elven működik, hogy én eladok, akkor na, akkor hoznom kell, és akkor felszabadul pénzt, tehát hogy erre annak idején a legtipikusabb esete volt, mikor a Torres-t eladták, és beindított egy olyan dominót, hogy Ihaj, vagy a Neymar esete, amikor hirtelen pénz lett, aztán hirtelen megindult mindenki, és elkezdett őrülten vásárolni, úgyhogy most kezdenek ezek a dolgok így alakulni, persze ilyenkor mindenki türelmetlen, és azonnal már szeretné látni, hogy ki az, mi az. Hozzáteszem én is, de nem ilyen könnyű ez a történet. Úgyhogy dolgozunk keményen. Én abba bízom, az lenne az ideális, hogyha azért a januári rajtra megjönnének a játékosok, hogy a felkészülést együtt tudjuk kezdeni. De még egyszer azt is hangsúlyoznám, amiről beszéltünk, hogy három átigazolási időszakban gondolkodtunk. Most jön a második, és a harmadikkal szeretnénk elérni arra a szintre, amikor már az ember úgy van vele, hogyha minden klappol, akkor na, ez egy egész jó csapat. És az se gond, hogyha ha január végén találunk meg valaki olyat, aki majd lehet, hogy kell neki egy kis idő, és nyárra lesz a top, de akkor fogjuk leigazolni. Tehát, hogy azért erre nyitottak vagyunk, de mondom, nagyon mozgékony még ez a dolog, tehát nagyon instabil ebből a szempontból, de rajta vagyunk. Nézzünk magyar játékosokat, külföldi játékosokat is, alapvetően azért én örülnék, ha lenne egy erősebb és nagyobb magyar mag a keretbe, aztán bánnám, de ahhoz nyilvánvalóan válogatott szintű játékosok kellenek, akik oda tudnak kerülni, úgyhogy például a Kodrónak a behívása és hogy játszott a válogatottban, az egy óriási dolog a klubunk szempontjából, mert ezt már az ászlomba tudom tűzni, tehát bárkivel beszélek, azt tudom neki mondani, hogy nézd, ide jött, rúgott 6 meccsen 5 gólt, berobbant, meghívták a bosnyák válogatottba, játszott a válogatottba, tehát hogy ez ütős. Tehát, hogy nekünk ezek a PR tevékenységek is, hogy események is nagyon-nagyon fontosak, mert sokkal több a PR ebbe, hogy sikeresen építkezzünk, és nem is annyira pénz a lényeg, hanem hogy ezek a dolgok, hogy ebbe tudjunk előre haladni. Azért nagyon fontos, és itt a legelején mondtad a szurkolókat, hogy azért kell egységben lennünk, és nem azt az arcunkat elővenni, amikor tüntetünk, meg vedd le a messz, meg nem tudom, mert annak ugyanúgy híre megy. Tehát Amerikában a fiamék beszélték annak idején, mikor Lengyelországban szurkolók fölmentek a buszra, és megverték a játékosokat, és kérdezték a fiamékat, hogy ez mi? Tehát, hogy mi van Európában, és most erre mit mondjon? Tehát, hogy ez Európa. Tehát, fanatizmus. Igen, csak azt mondom, hogy azt gondoljátok, hogy ezeknek mindnek híre megy. Tehát nekem volt olyan játék, nem tudtam leigazolni, mert amikor nagyon rosszul ment nekik a játék, akkor állítólag a szurkolók megkeresgették a játékosokat a városba. Tehát kicsi ez a piac, és nagyon nagy károkat lehet okozni egy-egy ilyen lépéssel. És ez jöhet bárkitől, jöhet a klubtól is, mert nem tudom, olyan szankciót alkalmaz, amit nagyon szeretnek a szurkolók, hogy megbüntetünk lélektelen játékért, meg csapkodunk, meg kirúgjuk, meg kirakjuk a keretből, de ennek is híre megy. Tehát az is nagyon fontos, hogy azokra is vigyáznunk kell, ha valaki innen elmegy, az azt mondja, hogy igen, nem játszottam, mert hülye volt az edző, de egyébként a város parádé, a szurkolók szenzációsak, és nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy ez is fontos, és ez is egy picit ilyen együtt dolgozás a siker érdekében, hogy mindenki mindig a másikra mutogat, hogy ez a hibás, az a hibás, nem, ezt mi együtt hozzuk létre, ezt az egészet, és együtt próbálunk valamit létrehozni, hogy ez egy olyan klub legyen, egy olyan város, egy olyan helyszín, egy olyan liga, amiben szívesen jönnek a játékosok, és itt azért megvan mindenkinek a felelősség ebbe, tehát hogy ti se vonjátok ki, és nem szeretném még véletlenül se, hogy láttam az arcodat, hogy megsértődtem, mint szurkoló a tévében mondott dolgomra, hogy nem bántani szeretném a szurkolókat, csak mindig úgy van ez a dolog, hogy olyan érdekesen kezelik a szurkolók ezt, hogy ez az én klubom, ez rólam szól, és egyébként mit képzeltek, hogy szórakoztok az én klubommal, de
nem, hát én is mondhatnám fordítva. Ez így helyes. Amikor mit tudom én, zárt kapu van, vagy nem tudom mi, mert egy-két felelőtlen szurkoló miatt érte. Tehát, hogy ugye azért kell egységesen gondolkodnunk ebbe is, és nem mindegy ezek a reakciók. És ezért próbálok erről beszélni, és rohadt kényes kérdés, mert ugye mindig mindenki megsértődik mindenen, mert itt jön be az, hogy nem merünk őszintén beszélni ezekről a problémákról, de tényleg mindenkinek megvan a felelőssége. Tehát, hogy én azért szeretném, hogyha mi együtt gondolkodnánk, és próbálnám, hogy partnerek legyünk, mi is figyelembe vesszük a ti dolgaitokat, ti is, a milyenket, hogy itt azért dolgoznak, ugye múltkor olvastam egy sportigazgató nyilatkozatát, hogy amikor már kifakadt a vége, hogy minden rosszért őt veszik elő, de semmi jóért, tehát hogy tényleg így van, hogy ez sem igaz, tehát ebben a szempontból. Jó, tehát úgy látom, hogy az elvárások, meg az ilyen jellegű dolgokban is mindenkinek reálisan kell látni, meg értem én ezt, hogy úgy élted meg, Norbi, hogy mindenki takarodjon Újpesten, mert... Nem így mondtam. De hidd el. De utána... Nálam következő... én voltam mérgesebb, hogy hazamentem, de újra föl kell kérni. És másik adásban meg már teljesen csillben mondtam el. Csak azt mondom, hogy tök természetes a reakció. Például ott a szurkolóknak a reakciója szerintem 10-es volt. Tehát végig szurkolták a meccset. Végig nyomtátok, hajrá Vidi, gyerünk, ne adjuk föl, stb. És a legvégén elhangzott a kár gyenge. Érted? Tök logikusan. Mert szar volt, tényleg az volt, érted? És ezt mindenki tudta, a játékos is, az edző is, a sportvezető is, a tulajdon, mindenkinek szar volt, és mindenkiben volt egy szégyenérzet. És azt is tudtam, hogy a következő meccsen úgy fogunk menni, mint az állat, ami be is következett, mert ilyenkor ez jön, érted? Tehát, hogy de van ilyen napja az embernek, és ez ne legyen sok. Tehát. Igen, de azért itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mondjam, hogy azért a tábor eddig, én úgy gondolom, hogy teljesen a csapat mögött. Maximális. Tehát azért mondom, hogy például azt sosem mondom, hogy ne mondja azt a szurkoló, azt mondja, hogy jó, ami nem jó, de egyrészt feltételezni kell, hogy tényleg nem azért nem nyerünk, mert nem akarunk nyerni, a másik meg az, hogy tényleg a végsőkig drukkoljunk, mert nézd, Debrecen volt a legtipikusabb meccs szerintem, az iskola példa. Az első fél időben égett a Debrecen 3-1-re, uragyenge volt, takarodjon mindenki, pénzéhes kárt mindenki, stb. A Honvéd tábor meg Isten király volt minden játékos. A második fél időben a másik oldal. Tehát, hogy egy meccsen belül voltál pénzéhes kárt, meg Isten király. Isten király, igen. Oldal, hogy egészen hihetetlen dolgok tudnak történni, úgyhogy szerintem az a korrekt, tényleg, nyomjuk a végig, szurkoljunk, biztassuk a csapatot, és a végén nyugodtan mondjuk el a véleményünket, nincs ezzel semmi gond, mert ugyanezt gondolták ők magukról is. És mindenki jöjjön el, vasárnap szurkolni a csapatnak, minél többen ott legyünk a csapat mögött. És ahogy Újpesten is egy tök jó létszámban ott voltunk, és én mondom, hát én nem fogom nyilván magyarázni a bizonyítványt az érészemről, de tény, az a legdepressziósabb vlogom volt, amit valaha csináltam, de azóta meg így megyünk fölfelé, és én azt érzem, hogy a csapat is ott, amikor kijöttek oda a szurkolókhoz, ott valami történt. Mert utána a lévő héten Honvéd ellen úgy ment a csapat, hogy öröm volt nézni. És utána a BVSC ellen is 5-0-ra elmentünk kényelmes tempóban, nem kellett megszakadni, szép játékkal, és a végén jó potyázott az Ádám is egyet, kaptunk egy nagy gólt, hogy beverte a léc alá, az egy óriási zsuga volt, de akkor is simán megvolt a továbbjutás, mert az Zalaegerszeget olyan simán lesimáztuk, hogy öröm volt nézni, és ha 5-0 vége, akkor se szólhatott volna egy szót se az Zalaegerszeg. És én ezért gondolom azt, hogy ez az újpesti fiaskó, vagy bukta, ez egy olyan szinten fölrázta a brigádot, és annyira egyberántotta az egész csapatot, hogy például én nekem személy szerint már várom azt, hogy ott a következő mérkőzésem. Mert kíváncsi vagyok arra, hogy na mennyit tudunk még rátenni erre a jó teljesítményre, mert én tudom, hogy még rá tudunk tenni, mert én abba bízok nyilván. Hát mindig abba bízok, mindig nyerjünk, ahogy te is mondtad. Tehát persze, néha van árnyoldal, és sajnos van, amikor nem jön ki, nyilván akkor letargia van, hogy nekem is ugye a meccs végén ott a vlogban letargia volt, de ugye a másik adásra mentem pár nappal később, már higgadtabban tudtam beszélni a dolgokról. És azóta az Imrén is látom, hogy ő is teljesen máshogy csinál már mindent, és számomra nagyon tetszett az, hogy ott állt a partvonal mellett, beszélt a védőknek, ide mozog, oda mozog, nekem annyira tetszett, hogy végre én azt látom, hogy nálam az edzőkép. És olyan boldog voltam,
tényleg nem tudom szavakba önteni, nézed meg, ha nem láttad esetleg az alaegerszegi vlogot még, de annyira boldog voltam a meccs végén, hogy ettől meg is kérdeztem velem a fogadni, de komolyan. Tehát tényleg nagyon-nagyon. Nem, itt csak egy a lényeg, ami üzenetnek úgy mondanék tényleg, hogy mindenki higgy el, hogy a játékos olyan nincs, hogy nem akar nyerni. Tehát ha úgy is néz ki, és sajnos én is voltam játékos, és néztem már magam vissza, és megértettem, miről beszél a szurkoló, de ott belül azt hittem, hogy hú, de hajtok. Aztán ebből nem látszott semmi. Tehát, hogy őket ugyanúgy megüti ez a dolog, és ugyanúgy bántja, mint az Ararat kiesés, az Újpest meccs. Tehát, hogy ez az ilyen jellegű teljesen pontosan tudja a játékos. És ilyenkor úgy vagyok vele, mint játékos, hogy bár holnap kezdődne a következő meccs, hogy egyből vissza tudjak pattanni. De kell várni egy hetet, és ez borzasztó, és nyilvánvalóan, hogy néha lehet, hogy kell az ilyen negatív. Ebből most jól jöttünk ide az Ararat ellen, például nem jöttünk jól ki belőle, és számomra az viszont nagyon lassú volt az a kijövetel, ami meg nem fér bele, mert oké, fájdalmas, és tényleg mindenki belehat, de kivéve én, mert így lettem sportigazgató, de a másik oldalról meg föl kell állni azonnal, mert erről szól a sport, hogy fölállsz, és újra megcsinálod, és akkor leszel nagy játékos, és akkor érsz el komoly eredményt. Akkor vagy képes arra, hogy komoly eredményt elérjél, ha negatív dologból gyorsan föl tudsz állni, és nem rágódsz rajta túl sokáig. De mi társadalmilag egy picit ilyenek vagyunk, hogy szeretünk ezen sokáig rágódni, de nem túl jó. Mit mondtam már, hogy egy negyed órát maradok? Hogy mennyi egy? Azt mondta, negyed óra 20 perc, én mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy nem így lesz. Már most tartunk egy óra 7 percnél. Ja, nézzük. Egy jó beszélgetés, észre sem veszed, és erről tudod. Igen, és itt szeretném megköszönni, hogy tényleg jöttél, és nem 15-20 percet belőle. Én ismertem magunkat, úgyhogy tudtam, hogy ez megint egy tartalmas beszélgetés lesz. És biztatok mindenkit, aki úgy érzi, hogy a helyszínen szurkolna a csapatnak vasárnap, akár külön vonattal menne, akár autóval, hogy tegye meg, menjen, és hogyha a vírus helyzet miatt kevésbé aggódik, akkor tényleg szurkoljon a helyszínen a lelátón. Rábeszélni se akarok senkit, lebeszélni se akarok senkit, ez mindenkinek a saját döntése, viszont nagyon remélem azt, hogy Norbi mennyasszonya lesz most szomorúbb vasárnap után. Én is bízom benne, mert az azt jelenti, hogy nyertünk. Igen, és tényleg köszönöm, hogy itt voltál, Salec, köszönöm Norbi és Gyuri, hogy segítettetek létrehozni ezt a műsort, és hát majd várunk vissza. Szerintem megint elmegy egy kis idő, egy kör, látjuk majd, hogy alakulnak a dolgok, és várunk vissza téged is majd a műsorban. Karácsony előtt reméljük, hogy tudunk ajándékozni egymásnak. Úgyhogy köszönöm a meghívást, aztán a kérdésekkel bombázzatok majd, meg remélem. Köszönjük, hogy itt voltál, Salec, jó volt. Remélem, jó eredményekkel tudunk válaszolni, úgyhogy nagyon, nagyon remélem, hogy hétvégén 3 ponttal gazdagodunk. Mi is reméljük, köszönjük szépen. Hajrá videóton, szurkoljatok a csapatnak, sziasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Sziasztok, lesz, ciao!